Zavaró szagok, környezetszennyezés és szeméthegyek. Csak néhány azok közül a negatívumok közül, amelyeket egy illegális hulladéklerakó okozhat. Ez a probléma országszerte egyre nagyobb gondot okoz. Egy most készülő jogszabálytervezet szerint a szabálysértésnek számító illegális hulladékkihelyezés a jövőben bűncselekménynek fog számítani. Deresként több helyszínen is, többek között az Arany János utca végén is hatalmas szeméthegyek találhatóak. Stábunk Bakó István polgármesterrel és a Dereskei Mezőőri Szolgálattal együtt a leginkább érintett önkormányzati területeket járta be a közelmúltban. Az utóbbi egy-két évvel, különösen az utóbbi hónapokban nagyon megszaporodottak a bejelentések a saját mezőőreinktől és saját kollégáinktól, hogy egyre több illegális szemét, hulladéklerakás van általában önkormányzati területeken. Ennek biztos több oka van. Az egyik az, hogy egyre jobbak a dűlőutak, ugye az autópálya, meg az önkormányzat, az autó építés az önkormányzat munkájának révén személyautóval is messzire el lehet jutni a határban, és van, aki ezt arra használja ki, hogy az otthoni hulladékát azt elviszi a határba, és valahol leborítja, kidobja, és azt gondoltuk, hogy ennek véget kell vetni, hát ezt meg kell állítani, mert borzalmas ilyen körülmények között szerintem egyikünk se szeretne élni, dolgozni, és azért gondoltuk, hogy elindultunk egy kampányt, annak az első része a tájékoztatás. Tehát azt értse meg és fogadja el mindenki, hogy ez egy rossz dolog, nem menő, nem ügyes, nem jó cselekedet, és saját magunknak teszünk rosszat, hiszen ezzel valamit kezdeni kell, tehát el kell takarítani, ami mindannyiunk pénzéből fog megtörténni. A második a tájékoztatás után az, hogy én utasítást adtam kollégáimnak, hogy minden ilyen eset után feljelentés szülessen. Tehát ne maradhasson büntetlen, ne maradhasson ismeretlen az, aki ezt műveli a közös területeinkkel. A harmadik, látjuk, hogy van feladat bőven, az pedig augusztus 1-től szervezünk egy közmunkaprogramot, aminek kifejezetten a külterületi szemét összeszedése lesz a célja. Konténereket fogunk kivinni, ahova az alkalmazott közmunkások össze fogják gyűjteni a szemetet, és azt követően pedig jó néhány veszélyeztetett területet kamerával fogunk felszerelni, hogy megvédjük a tisztaságát. A Dereskei Mezőőri Szolgálat feladata a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése és védelme, illetve az, hogyha illegális hulladéklerakó helyet találnak a külterületeken, azonnal jelezzék az önkormányzat felé. A mezőőrség tagjaival felkerestük a Deresk irányából Földes felé vezető Aranyosi út mellett található illegális szemétlerakó helyet is. Folyamatosan hordják ide. Régebben itt is volt egy hatalmas kupac, az önkormányzat ez folyamatosan takarítja is össze. Ezen az úton gazdák panaszkodtak, hát belepte a fű sajnos nagy mennyiségű csontokat, ami azt jelenti, hogy valahol hús dolgoznak fel, és annak a csontjait itt hajigálják ki. A állati hulladéktól kezdve ezen a részen, ezen minden megtalálható. És ez folyamatos, sajnos folyamatos. Találtak olyan dokumentumot, ami alapján lehetne azonosítani a... Találtunk, volt is már, leadtuk a hatóság fele, hát innestől kezdve majd ők lépnek ebbe az ügybe tovább, hogy már ez az ő hatáskörük lesz. Még a jegyzőkönyvet megcsináljuk, fotót készítünk róla, és ugye leadjuk a hatóságnak, és akkor ott ők a továbbiakban ők intézkednek. Nyilván ez káros hatással van a környezetre itt, ugye, főleg a másik helyszínen. Ez nagyon-nagyon-nagyon káros, hát hogy ezeket, ez mind nem bomlik le, sőt, a árkot se lehet rendbe tartani, és ezt az önkormányzatnak kell eltakarítani, és ez veszélyes hulladéknak minősül. Korábban fordult már elő hasonló dereskén? Hát fordulgatott elő, de ez most az elmúlt 2-3 évben szaporodott meg jobban. Főleg lomtalanítás után, vannak ez a látvány, ez mind a lomtalanítás után. Ezekkel nem is tudom, mit lehetne kezdeni, de ezt valami központilag, amit a polgármester úr is említett korábban, hogy vagy egy helyre behordatni az emberekkel, mert ez így. És nem csak ez a helyszín van, mert van sok helyszín, ahova most ki se lehet menni, és ugyanez a látványok vannak mindenütt. Vagy keményebb törvényt kellene hozni, hogy hathatósabb legyen, vagy nem is tudom, valamit ki kell találni, mert ez napi szinten vannak ezek a dolgok. És ez is persze nyilvánvaló, hogy a munkakörünkhöz tartozik.
mert hogy ennek mindenkinek van területe, a gazdák panaszkodnak, hogy az ő területük lökik, és ezt onnastól nekik kell elszállítani. És próbálunk tenni ellene, hát a vadkamerák lesznek a hathatós megoldások, amiket kihelyezget majd az önkormányzat, meg mink is, és akkor talán kézzel. Az olyan napi 24 órában rögzíti? Az rögzíti, így van, és csak akkor rögzít, hogyha valaki benn van a képbe, és akkor a tettenérésnek már az már egy hathatósabb bizonyítéka lesz, mert így az a baj, hogy letagadja, hogy ő hozta ki, és önnestől kezdve nehéz bizonyítani, sajnos. Zöld hulladék, kommunális hulladék, építési tömelék is található az Arany János utca végén látható illegális szemétlerakó helyen. Bakó István polgármester elmondta, a szemetelőknek több lehetősége is lenne a hulladékok tárolására, hasznosítására, ahelyett, hogy idehordják azokat és szennyezik a környezetet. Az emberek fejében a szemét az egy ilyen gyűjtő fogalom. Van zöld hulladék. A zöld hulladéknak a legjobb helye otthon van, komposztálnunk kell mindannyiunknak. Tudjuk, hogy már nagyon kevesen fűtenek kályhába, azért az ilyen apró fa, ilyesmi nem ég el. A komposztálás erre a jó módszer. A másik a kommunális szemét, azt ugye hétről hétre minden ingatlan után fizetjük a hulladékszállítási díjat, ki kell rakni és elviszik. Ha több van, akkor 2 hét alatt vagy 3 hét alatt fogják elvinni, vagy lehet zsákot vásárolni, akármennyit, és akkor akármennyi kommunális hulladékot elvisznek. Ugye ezt egészíti ki a szelektív hulladékgyűjtés, ahol főleg a papírt, műanyagot, fémet, sárga zságot gyűjtve szintén ingyenesen elviszik havonta egyszer mindenhonnan. A másik, amit én tisztában vagyok vele, ami gondot okoz még az építési törmelék, mert Derecskén nincs építési törmelék lerakóhely, azt gondolom, hogy ezen el kell gondolkozni az önkormányzatnak. A másik, amin az önkormányzatnak kell elgondolkozni, hogy ezek a szeméthegyek lomtalanítás után kezdenek el nagyon növekedni, mert látjuk, hogy vannak, akik összegyűjtik, főleg a hűtőszekrényeket, egyéb elektromos berendezéseket, elviszik, kiszedik bele az értékes részeket, és az ott maradó többi, már tényleg szeméttel, pedig meglátogatják a derecskei határt. Jó példa lehet Létavértes, ahol nem háztól van a lomtalanítás, hanem 2 gyűjtőpont van, amit őriznek, tehát amit a lakosság lomtalanításra szán, az mind a szemét lerakóba kerül. Nem különböző bandák gyűjtik össze, akik azt gondolom, hogy amúgy se jó, hogy Derecskén megjelennek lomtalanítási időbe. Tehát az önkormányzatnak pedig ezen kell elgondolkozni, hogy ami lomtalanításkor kikerül a házakból, az tényleg a szemét lerakóba jusson el, 90%-a ne a derecskei határban. Ha valaki illegálisan helyezze el szemetet magán vagy közterületen, és a hulladék alapján a szemétbe került levelekből, hivatalos értesítésekből azonosítható, hogy ki volt a gazdája a letett hulladéknak, felelősség lehet vonni, tette hozzá a polgármester úr. A járási hivatal foglalkozik az ilyen szabálysértésekkel. Mi oda meg kell, hogy tegyük a feljelentéseket, nyilván nekik be kell bizonyítani az elkövető szemét, nekünk ehhez a bizonyítékokat be kell csatolni, és hogy pontosan mi lesz ennek a vége, azt én nem tudom, azt gondolom nyilvánvalóan pénzbírság, de én azt gondolom, hogy már maga ez az eljárás az, hogy egy hivatalba szabálysértés miatt meg kell jelenni, nyilatkozni kell. Én nagyon szégyellném, hogyha ilyen eljárásba keverednék, tehát bízok benne, hogy maga ez az eljárás is elég ijesztő.